A magyar konyhát, a magyar csárda ételeket nem csak minden magyar ember szereti, hanem az a tapasztalatom, hogy külföldiek is egyre inkább. Mikor Magyarországra látogatnak, biztos, hogy kipróbálnak egyet-kettőt. Most megmutatjuk, hogy mi az, amit érdemes kipróbálni mindenkinek, melyek a legfinomabbak és hogyan készülnek. Ha a csárdákra gondolunk, akkor mindenkinek az egyedi magyaros hangulat és a magyaros ételek jutnak eszébe. És a magyaros ételek, mondjuk pörkölt és hasonlók, inkább ilyen nehezebb ételek. De mi a helyzet nyáron, amikor inkább valami könnyebbet ennénk, de mondjuk szeretjük a magyaros ízeket és nem akarunk lemondani róla? Mindenféleképpen egy csárdába, hogyha betér egy vendég, főleg ilyenkor most már nyár közelettével, próbáljuk azokra az ételekre visszavezetni a kedves vendégeket, hogy kicsit könnyebb ételeket fogyasszanak. Gondolok olyanra, például, mint egy hideg gyümölcsleves, amit szoktak tálalni ilyen esetben, illetve egy könnyed salátát és egy sült halat, vagy akár egy sült hekket, ami a nyár indító ételnek mondanám. Mi a helyzet a gyerekekkel? Egyrészt lekötni is nehéz a gyerekeket egy étterembe, tehát szerintem az a legnehezebb. Másrészt az ízlésüket eltalálni se könnyű. A csárda éttermek jellege elsősorban, főleg nyáron, ami nagy kerthelyiséggel van ellátva, abban általában szoktak lenni gyereksarkok, amit így a gyerekes családoknak tudunk ajánlani, és amíg a gyerkőcök elfoglalják magukat a gyereksarokba, addig ugyanúgy a felnőttek is tudnak kényelmesen ebédelni, vacsorázni, és gyerekmenük is megtalálhatók, amit kedvükre tudnak fogyasztani a kedves gyerkőcök is. Beszélgetünk arról, hogy mi a helyzet akkor, ha valaki nem szeretne nehéz fogásokat enni, de magyarosra vágyik, és említették a halat és a salátát, egész véletlenül pont azt készített. Igen, igen. Mit lehet tudni ezekről a fogásokról? Pontosabban fogasfilét, konyfilét és szürke harcsafilét készítek rostam. Ez az, ami nyári könnyű étel, meg nagyon gyorsan elkészül és nem terheli a fogyasztás után a vendégeket. Ennek annyi a különlegesség, hogy ez keményítőben van megforgatva, nem lisztbe, hogy ez még könnyít, és a gluténérzékeny is tudják fogyasztani. A nyári melegben inkább a gyümölcsös ételeket, gyümölcsleveseket, salátákat, salátás ételeket kedvelik a legtöbben. Az a lényeg, hogy könnyű legyen.